Ez továbbra is a ma reggel itt az M1-en, a szokásos koronavírus körképpel folytatjuk. Nézzük először a világadatokat. A fertőzöttek száma már csaknem 254 millió, ahogy láthatják is a pontos számokat itt mögöttem, mellettem. A fertőzésben eddig több mint 5 millió 100 ezeren hunytak el világszerte. És akkor nézzük a következő táblánkat, a beadott védőoltások száma ez jelenleg majdnem 7 milliárd 495 millió. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. Most pedig jövünk vissza Európába, ma a román, az ukrán és az olasz helyzetet nézzük meg. Kezdjük is Romániával, ott iskolai teszteléssel szűrnék ki a koronavírus fertőzést a diákok körében. Az országban egy hete indult újra a jelenléti oktatás, de a tanulók alacsony átoltottsága miatt attól tartanak, hogy ismét erőre kaphat a járvány. A részletekért Bukarestből Demeter Katalint kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok mindhármótoknak. Nos, Katalin, kezdjük akkor ezzel, hogy hogyan történik az iskolai tesztelés. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Az egészségügyi minisztérium útmutatása szerint minden hétfőn és csütörtökön a tanórák előtt valamennyi iskolába járó diákot le kell tesztelni. Ehhez antigén nyálteszteket kapnak az iskolák. A szűrés az osztálytermekben zajlik majd, és az egészségügyi személyzet vagy az iskola által megbízott személyek, akár a tanárok is elvégezhetik. Ha egy gyerek gyors tesztjének az eredménye pozitív lesz, el kell különíteni a többiektől, és azonnal értesíteni kell a szülőt, illetve az egészségügyi hatóságokat is azért, hogy a megbízható PCR-tesztet is elvégezzék. Az iskolai tesztelést már a szeptemberi tanévkezdés óta tervezik Romániában, de ez eddig meghiúsult, mindeközben pedig az október végi kényszervakáció előtti pár hétben több mint 16 ezer diák és közel 6 ezer tanár fertőződött meg. Az iskolákat a múlt hétfőn nyitották újra, és a jelenléti oktatást a tanárok átoltottságától tették függővé, csak ott térhettek vissza a diákok a padokba, ahol a tanárok legalább 60%-a be van oltva. A tanulók többsége viszont továbbra is oltatlan, a beoltható 12 év felettieknek is csupán az egyharmada immunizált, és ezért a tanügyminiszter szerint a teszteléssel lehetne megfékezni a járvány közösségi terjedését. Azt ígérik, hogy már ezen a héten megérkeznek a nyáltesztek az iskolákba, és elkezdődhet a diákok szűrése. Viszont még nehezítheti a tesztelést, hogy a tanári szakszervezetek egyelőre tiltakoznak, ők azt mondják, hogy nem az oktatók feladata a tesztelés, illetve azt is tisztázni kell még, hogy szükséges-e a szülők beleegyezése a szűréshez. Egyébként a járványhelyzet általánosságban nézve hogyan alakul Romániában, hogyan haladnak az oltással, és például sikerült-e javítani az eddig ugye nagyon alacsony átoltottságon? A hétvégén kevesebb tesztet végeztek Romániában, ez általános itt, és kevesebb fertőzést is igazolnak ezzel együtt, pedig egyértelműen lassul a járvány. A két hónapja nem volt már olyan alacsony a fertőzés szám, mint hétfőn, amikor 2000 új fertőzést azonosítottak. A kórházakban ápolt koronavírusos betegek száma is csökkent a korábbi 20 ezerről 15 ezerre. Ennél viszont jóval lassabb a csökkenés az intenzív terápián. Most sincsenek szabad ágyak, ami jól mutatja, hogy néhány hete a negyedik hullám csúcsán mekkora túlterheléssel küzdöttek a kórházak. A javuló tendencia ellenére aggasztja a szakembereket, hogy az oltási hajlandóság is ugyanolyan gyorsan visszaesett, mint a fertőzés számok. Néhány hét alatt 10%-kal sikerült csak növelni a beoltottak számát, és még mindig csak a beoltható lakosság valamivel több mint 44%-a kapott vakcinát. Ilyen körülmények között arra figyelmeztetnek a szakemberek, hogy a következő járványhullám is sok súlyos megbetegedést és halálozást fog okozni. Egyébként egy frissen közzétett felmérés eredményei azt mutatják, hogy a beoltatlanok 30-40%-át viszonylag könnyen meg lehetne győzni arról, hogy felvegye az oltást. A felmérést végző intézet vezetője úgy értékelte, hogy az oltatlanoknak mintegy háromnegyede nem radikálisan oltásellenes, csak eddig a hatóságoknak a kampányokat nem sikerült őket meggyőzniük. Ezek tehát most a legfrissebbek Romániában. Ukrajnával folytatjuk, ahol bár a megyék többsége és Kijev is a legrosszabbnak számító vörös járványügyi besorolásban van, mégis stabilizálódni látszik a helyzet. A hatóságok arra számítanak, hogy a következő napokban csökkenhet a fertőzések száma. A részletekről K. Debreceni Mihályt kérdezzük. Nos, akkor kezdjük az aktuális helyzettel, hogyan alakult az elmúlt napokban a fertőzöttek száma, és mire számítanak a következő napokban, illetve mi
várható? Köszöntöm a nézőket. A hivatalos bejelentések szerint Ukrajnában tetőzött a járvány ezen hulláma. Erről tegnap este Volodymyr Zelenszky államfő, Denis Mihály miniszterelnök, de még az egészségügyi miniszter is beszámolt. Zelenszky jó hírek címszó alatt videóüzenetet tett közzé a legnagyobb közösségi oldalon, melyben arról beszélt, hogy 13%-kal kevesebben igényelnek kórházi ellátást. Az államfő azt is elmondta, hogy 6%-kal csökkent a megbetegedések száma az előző héthez képest, így fellélegezhet az egészségügyi ellátórendszer is. Viszont az elmúlt 24 órában 16 ezer új fertőzöttet és 838 elhunytat jelentettek, ez utóbbi antirekordnak számít. De visszatérve Zelenszky bejelentésére, az elnök azt mondta, hogy úgy kívánják segíteni a különböző gazdasági ágazatokat, hogy azok, akik felvették vagy felveszik mindkét oltást, ők például a GIA nevű állami applikáción keresztül 1000 hrivnyát, azaz mintegy 12 ezer forintot igényelhetnek. Ez felhasználható lesz fitnessklub bérletre, mozi, színház, múzeum vagy koncertjegyre, és még belföldi repülő vagy vonatjáratra is. Ez az ukáz péntektől lép életbe, és első körben 3 milliárd hrivnyát, azaz 100 millió eurót szánnak az akcióra, vagyis gyakorlatilag azt jelenti, hogy Ukrajnában pénzzel fogják ösztönözni az oltakozást. Az átoltottság ugye még messze van az európai átlagtól, hiszen a 40 milliós országban eddig 12,5 millióan kaptak injekciót. A tisztifőorvos szerint viszont van esély arra is, hogy az idei új év biztonságosabban teljen, mint a múlt évi, amennyiben a régiók többsége legalább a legsúlyosabb vörös zónából kikerül. Az ilyen régiókban ugye a legszigorúbb korlátozások vannak érvényben, hiszen szinte minden csak védettségivel vagy negatív teszttel látogatható. Mondtál ugye egy ösztönzőt, de van egy másik is, legalábbis az ukrán sajtó egyre többet ír egy úgynevezett Covid-amnesztiáról. Ez ugye azt jelenti, amennyire jól tudom, hogy azok, akik hamis védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, de mégis beoltatják magukat, akkor mentesülnek a büntetés alól. Mit lehet tudni a részletekről? Köztudott, hogy nagyon sok hamis védettségi igazolvány van az országban, egyes források szerint akár 800 ezer ilyen is lehet, és szinte mindennaposak a rendőrségi akciók. Legutóbb Kijevben, Rovnóban és Lembergben lepleztek le ezzel foglalkozó bűnszervezetet, akik több mint 10 000 embernek adtak el hamis papírokat, de a Munkácsi Városháza két alkalmazottját is ilyen dokumentumokkal fülelték le. A Covid-amnesztia, melyről nagyon sokan beszélnek Ukrajnában, az arról szólna, hogy azok a személyek, akik vették a védettségit, azok valójában is megkaphassák az oltást, sok esetben ugyanis a hamisításhoz egészségügyi dolgozók is köthetőek, akik az elektronikus rendszerben a páciensekről ugye azt jegyzik fel, hogy azok be vannak oltva, közben pedig mégsem. Így elvileg ki lenne zárva az újbóli oltásuk. Sokszor pedig már csak a kórházak Covid osztályain derül ki, hogy valójában az illető nem is volt immunizálva, csak pénzért vette az igazolást. Ezt könnyű kiszűrni, hiszen valójában szinte, ahogy említettem, az oltatlanok kerülnek kórházba. A tervezett rendelkezés szerint tehát ezek az emberek igazából is oltakozhatnának, cserébe azonban el kellene mondaniuk, hogy kitől kapták a hamis védettségit, büntetés pedig abban az esetben nem kapnának, ha nem éltek vissza addig a pillanatig a hamis dokumentummal. Nos, ez érdekes, remélem, hogy majd ennek az eredményeire vissza tudunk térni a jövőben. Ez a helyzet tehát Ukrajnában, és akkor Olaszországgal zárjuk a körképünket, ahol a vonaton és a taxiban való utazás szabályait is szigorították a fertőzés szám ugrásszerű növekedése miatt. A római kormány további korlátozásokat tervez a karácsonyi ünnepek időszakára. Rómába kapcsolunk Sárközi Júliához. Nos, Júlia, milyen korlátozásokról van szó, és egyébként melyek a legfrissebb járvány ügyi adatok Olaszországban? Jó reggelt kívánok! A tömegközlekedési eszközök használatát szigorította az olasz egészségügyi hatóság. Eddig is voltak óvintézkedések, de megérkezett az ősz Olaszországba, legalábbis Rómába, északon már téliesre fordult az idő, tehát egyre ritkábban lehet kerékpározni Milánóban, vagy motorozni Rómában, és egyre többen szállnak tömegközlekedési eszközre, miközben a napi esetszám is emelkedik. Így került sor a szigorításra, ez azt jelenti többek között, hogy
például a taxi járművekbe csak két utas szállhat be, a hátsó ülésen foglalhatnak helyet egymástól megfelelő biztonsági távolságra. Hogyha egy családban élnek, például apa, anya és gyereke, akkor beszállhatnak a hátsó ülésekre. Hogyha a jobboldali első ülésre akar egy utas beszállni, akkor plexi fallal kell védeni a sofőrt, az utasoknak és a sofőrnek is kötelező a szájmaszk használat. Kötelező a szájmaszk a buszokon, villamosokon és metrókon is. A szerelvényeket napi egyszer legalább fertőtleníteni kell. A nagyobb vasútállomásokon, Rómában, Firenzében, Milánóban ellenőrzik beszálláskor a védettségi igazolást, hogyha ezt a vasúttársaság kötelezővé tette, vagy a kalauz ellenőrizheti a védettséget, amikor a jegyeket elkérik. Egyre magasabb az esetszám Olaszországban, de még mindig jobb a helyzet, mint mondjuk az északi országokban, Németországban, Hollandiában vagy Dániában. Napi 10 000 alatt vagyunk, több 100 000 tesztet végeznek naponta, viszont az utóbbi egy hét alatt több mint 40%-kal nőtt a egy hét alatt azonosított betegek száma, főleg az észak-olaszországi tartományokban van ugrásszerű emelkedés, Liguria tartományban, Lombardiában, Vénétóban, Friuli, Venezia, Giuliában. Jelenleg 4 tartomány van megfigyelés alatt, és Bolzano térsége, itt vezethetnének be további szigorításokat, akár már a jövő héttől. Az átoltottság milyen az olaszoknál, Júlia, hogyan haladnak az oltásokkal? Roberto Speranza egészségügyi miniszter a harmadik dózis felgyorsítását szorgalmazta. Az átoltottsági adatok nem rosszak, 84%-ot is túlléptük, de sajnos a harmadik dózis későn kezdték el beadni, és az egészségügyi dolgozókat még nem kapták meg a harmadik dózis. December 1-től akarják ezt az ismétlő emlékeztető oltást beadni 40 éves kortól, és korábban a római kormány 12 hónapban szabta meg a védettség határidőt, most ezt 6 hónapra csökkentett, ez azt jelenti, hogy mindazokat, akik tavasszal, nyáron oltottak be, és eltelt 6 hónap, azok bizony sorba fognak állni az oltásért. Olaszországban a tetőzés sajnos a karácsonyi időszakban várják, majdnem 2 hónappal később, mint tavaly, hiszen tavaly október végétől emelkedtek ugrásszerűen az esetszámok, most ezt a szituációt, ezt a járványtetőzést a karácsonyi napokban várják, ezért már hallani arról, hogy mit kívánnak szigorítani, például a vásárló utcákba való belépésnél korlátozni kívánják a gyalogosoknak a számát, és már arról is hallani, hogy esetleg ismét korlátozzák azt, hogy egy családon belül hányan ülhetnek majd az ünnepi asztalhoz. Az olasz kormány mindent megtesz a zárás elkerülésére, ne felejtsük, hogy tavaly októbertől egészen márciusig ismét majdnem egész Olaszország vörös zónában volt. Az olaszok reménykednek abban, hogy az oltások felgyorsításával ezt most sikerül elkerülni. Az északi tartományokban, ahol a leginkább erősödik a járvány terjedése, ott például Vénétó tartományban, amely egy 5 milliós tartomány, ott azok, akik továbbra is nemet mondanak az oltásra, 15%, tehát a lakosság 15%-a, a tartomány kormányzója arra kérte azokat, akik nem vettek fel egy oltást sem, hogy az utcán is hordják a szájmaszkot. A járvány terjedését mutató országos reprodukciós ráta pedig túllépte a 2%-ot, ugye az egyes érték az alsó küszöb. Karácsonyi korlátozásokra készül tehát Olaszország, és ez volt a mostani koronavírus körkép Olaszország mellett Ukrajnából és Romániából. Demeter Katalinnak, Sárközi Júliának és Kádár Debreceni Mihálynak nagyon szépen köszönjük.